Mennyit ér jelenleg, srácok, a FIFA 23-as keretem? A kapuban egy Erzsi Dudek, csak és kizárólag a chemistry miatt. Nem, nincs más opció, muszáj volt egy hírót betenni ugye a dupla csillagos chemistry miatt. Nem volt más opcióm, nem szeretem ezt a kártyát, de nincs jobb és nincs más opció jelenleg. Ez a Dudek jelenleg 30 000 coin a marketen, amúgy ugye ebből a draftos objektívből van, ugye azért untrade, ez a Dudek, ez 30 ezer, és nem szeretem. Rightbackben van nekünk egy mid Carlos Albertunk, ugye ez a 88 plusz mid primer World Cupból esett, sokáig CB-t játszott, ott nem szerettem, ő RB-ben van jelenleg, annyira nem extra, nem rossz, de igazából semmi kiemelkedő, úgyhogy jelenleg még marad a teambe, de útközben valószínűleg ő is lesz cserélve, nem egy endgame kártya. Jelenleg ez a kártya ilyen 620 ezer körül van a marketen, amikor ez a videó készül. Az egyik legnehezebb, amit be tudok lőni, ez a David Alaba kártya, ugye ez még Rule Breakers-ös, ez nagyon-nagyon régről van ez a lap, ugye az első eventek között volt. Akkoriban ez az SBC ilyen 350-400 ezer coin körül volt, és ugye azóta nyilván ez a kártya így statisztikailag, ha megnézed, annyira nem baszó már, és jelenleg biztos, hogy nem érne ennyit. Fogalmam is, hogy milyen árat adjak ennek az Alaba kártyának. Ugye ennek érkezni, legalábbis most láttam egy leaket, hogy érkezni fog jelen valószínűleg ez a UCL-es Road to the Final-es Alaba is majd talán, remélem. Jelenleg ezt egy ilyen 100 000 coin környékén ütném be, mert annál többet biztos, hogy nem érde, annyit meg talán igen, mert 150, max 150, akkor írjunk neki. Ez a lap, ez nehéz így belőni most. A másik CB-m ugye a Totti Militao, 1.568 ér. Hát ez a kártya, ez nem ér ennyit, ez nagyon fontos. Nem rossz lap amúgy, viszont a sima Cristiano Ronaldo lefutotta többször is. Az Mbappét nem tudja megfogni sajnos, se pénzben, se forgásban, semmiben. A kötelezőket megoldja viszont, hogyha érkezik egy metakártya, Ginola, Jarzinho, Pelé R9, vagy bármi, ami minden embernek a csapatában benne van. Gyakorlatilag akkor ez a Militao sajnos elvérzik, zónavédekezéssel is, indítás ellen is. Nem azt mondom, hogy gyenge, de egy Team of the Year kártyához képest teljesen kuka, gyakorlatilag az Alaba szintjét az hozza, de én egyáltalán nem érzem extrának ezt a lapot, egy sima Gold Van Dijk jobb nála. Nekem egyelőre ez a tapasztalatom így 64 meccs után. Bal oldalt van a Cancelo lapja, gyakorlatilag a bukájon kívül az egyetlen lap, amit nyitottam a saját akkonton 50 ezer pontból, meg közel 400 csomagból, ami így special és nem sima gold meg inform. Egyszerű kártya, jó, jobb mint a Carlos Alberto, de ezt sem mondom endgame lapnak. Szeretem, tényleg jó, de sokat hibázik ő is. De hogyha választani kell, akkor inkább ő, mint a Carlos Alberto. Ez a kártya pedig jelenleg, hát nem ment fel az ára annó még 4 kiló volt. 480 ezer, 490. Toni Kroos számomra a legjobb lap az egész csapatban, nagyon-nagyon szeretem, a legjobb középpályás, akit valaha használtam szerintem, minden tud, mindenhol ott van, az ötöt az tökéletesen érződik, a statok nem csak hogy nem érződnek, sokkal jobbnak érződik ingém, én nem hittem volna, de ennél a kártyánál jobbat én még nem használtam. Nem tudom, mennyi volt ez a Kroos, ezen is ilyen 3-400 ezer coinra emlékszem, még mindig megéri az árát, erre 400 ezer coint fogok fölírni, de ez alap, ez bőven-bőven megéri. Én szerintem ezt a kártyát le se fogom cserélni, ha csak nem jön egy Team of the Season Kroos majd ötöttel. Ez alap, ez nekem endgame fog maradni, imádom ezt a lapot. Mellett a Totti Modric, 1.135 ér. Ez a Modric ugyanolyan, mint az Inform Modric volt, egyáltalán nem érzem extrának. Támadásban sokkal gyengébb, mint védekezésben. Nem tudom, hogy interceptionje van, 92. Az interception nagyon érződik, hihetetlen jól szedi össze a labdákat, viszont nincs ott mindenhol, ettől függetlenül nem érzem azt rajta, mint a Kroos-on, a Kroos sokkal jobbnak érzem ingame. Úgyhogy csalódás nekem ez a két Totti kártya, maradjunk annyiban. Hogyha jönne az a flashback Frankie de Jong, akkor biztos, hogy kicserélném, mert az előző Frankie, az a 90-es Frankie-t nagyon imádtam, a Kroos-szak ketten nagyon-nagyon-nagyon brutál dót alkottak, viszont bármennyire tisztelem, imádom, csókolom a Modricot, egyszerűen valamiért annyira nem érzem jónak én. Úgyhogy szerintem meglátjuk, de lehet, hogy ő se fog sokáig maradni a klubban. Jobb oldalon a másik kedvenc kártyám, Riyad Mahrez. Ennek valami 500 000 coin környékén volt, azt hiszem, az SBC-je annó, vagy 400, és vagy 400 körül volt, ha jól emlékszem. 400-at írok fel, nehogy még kapjam a komment szekcióba, 400 körül emlékszem. A Kroos mellett a másik kedvenc lapom, három kedvenc lapom van ez a második a Kroos után. Hihetetlen jól mozog, hihetetlenül nem érződik
Most hát, hogy tehát sokkal jobbnak érződik a lap, mint ami rá van írva. Rettentően imádom, rettentően csípem. Nagyon jó, ugye ő meg a Cancelo miatt van benne a kapuba a Dudek. Marcus Rashford. Őről legalább tudok mondani egy pontos árat. 290 000-re van írva PSM. Ugye ez most jött ki ez a lap. Hugo Sanchez-t váltottam, mert a Sanchez nekem túl alacsony volt, és nagyon nem éreztem jónak. Nem rossz az a Rashford, amit kell, azt megcsinálja. Azon a pozíción, ahol én használom, ilyen LF-LV-LM-ben, ugye ingém, arra tökéletes, és nem a gólszerzés miatt van ott, hanem a chance creation miatt, és azt tökéletesen megcsinálja. Egyelőre nagyon szeretem ezt az embert, úgyhogy nem bántam meg, hogy kiszedtem. Másik csatár pozícióba, ami igazából RF, az ugye Öcsibá, erről ugye meg is van a klip, ezt ugye nyitottuk szintén ebből a 88 plusz mid primor World Cup témából. Tök jó ez a kártya, a vígfut azért érződik nagyon, de ha kapu előtt van, akkor bebassza mind a ló, úgyhogy nem hiszem, hogy sokat kell erről az öcsiről beszélnem. Jelen állás szerint 1.800.000-ért van kint a marketen ez a lap, úgyhogy tökre szeretem. És az utolsó kártya, ami miatt ugye a videó is nyilván létrejött, hogy befejeztem gyakorlatilag, amit én szerettem volna így ezen a távon megcsinálni, ugye a Prime Thierry Henry-nak a lapja. Hát egyelőre a statok alapján látod, nyilván a legtöbb szituáció ugye vele végződik, ugye, és rá van építve a támadás. Nagyon rossz volt, hogy a Puskás, meg a Márez, meg a Hugo Sánchez azon alacsonyak voltak, és nem volt egy ilyen magasabb, kvázi erősebb csatárom. Meg hát ugye tudjátok, Titi, hát nekem ugye tudjátok, úgyhogy 1.350.000, és ez a vége. Nem tudok róla rosszat mondani, pedig lehetne, mert nyilván nem a legtökéletesebb csatár a játékban, de ki nem szarja le a Pelét, az Eusebiot és a sok majmot, aki only ezekkel játszik, meg az Mbappékkal. Valószínűleg nem fogom soha lecserélni, kivéve, hogyha jön esetleg egy ennél durvább Henry, mondjuk egy Moments, bár Momentsek ugye ide nem lesznek, de ha valami jobb Thierry Henry jön, akkor nyilván lecserélem, de ha nem jön és ez az utolsó lapja, akkor ez maradni fog végig. Ugye így néz ki in-game a team, most hát nem in-game, hanem így néz ki jelenleg a gárda. Nyilván a Rashford is ugye kitehetném elvébe, így jött ki. Ingén pedig ugye szokásos 4-3-2-1-be játszunk. Henry ugye az ék Rashford bal oldalt, Puskás jobb oldalt, és ha már ez az alap, ugye Puskás feljön ugye csatárnak, ingén egy 4-4-2-t kell elképzelni, már ez ilyen RM-RV-t játszik, ingame csat, amikor támadunk, védekezésbe pedig visszajön CM-be, per RM-be marad, a Rashford kimegy ugye LV-be és LM-be, úgyhogy Andrés Puskás a két csatár, Rashford már ez van két szélen, és akkor Modric meg Kroos gyakorlatilag középen, a Cancelo meg az Alberto néha pedig följön segíteni, de akit érdekel, úgyis streambe ezeket amúgy is látjátok, hogy hogyan néz ki a téma. Úgyhogy így néz ki a keretem, srácok, elviekben, hogyha én jól számoltam, és a Dani is jól számolt, 8.233.000 coin jelenleg a kezdő 11. Nyilván a padot azt most nem számoltuk bele, szerintem a 10 milliót simán megütöttük volna. Hát, chat, igazából jelenleg a Footparkon, azért azt nézem, mert Krisztián kuponkod, meg mindent tudod, 7 millió coin kerül 253 000 forintba, tényleg olcsóbb az meg ahhoz képest, ha belegondolsz. 1 millió coin kerül 36 000-be, ami azt jelenti, hogy körülbelül 300 000 forintot ér ez a gárda. Úgy, hogy a Team of the Year alatt bőven elnyitottunk 300 000 forint értéket, pont ügyileg. Szóval nem éri meg fel a pontot venni egyáltalán. Mert nem is esett semmi. Ja. Kösz a figyelmet, srácok! Ez valószínűleg ez az anyag megtekinthető lesz YouTube-on is és TikTokon is. Ne felejtsetek el követni mindegyik platformon. Twitch-en streamelünk minden délután általában 2 és 3-tól. Ott tudjátok követni ennek a csapatnak a sorsát. És mielőtt kérdeznéd, meg mondanád, átlagosan 17 és 18 win között szoktam végezni. Lehet nem meta kerettel is nagyon szép vineket húzni, nem kell hozzá Mbappé, Ginola, Jarzinho, úgyhogy általában ilyen 17-18-akat szoktam húzni. Gyakorlatilag ennyi. Na, kösz a figyelmet, srácok! Tali legközelebb, sziasztok!